Győzelemmel kezdte a szezont az Eto és a Victoria is, mindkét csapat legyőzte az újpestieket. A zöldfehérek emellett a Kókát is két várra fektették. A tavalyi bronzérmes ellen azonban senki nem ment biztosra. A hétvégén lesz a Nyugat-Dunántúli rangadó. Jobban kell összpontosítanunk, főleg a végére, illetve a védekezésben is biztos, hogy több erőt kell belefektetnünk, mert idáig azért nem igen kellett védekeznünk. Mindkét csapat erősödött az előző szezonhoz képest, amikor hétszer is megmérkőztek egymással a felek. Bár a rendes játékidőben csak egyszer kapott ki az Eto, a helyosztón a büntetőket a szombathelyek rúgták jobban, így övék lett a harmadik pozíció. A győriek természetesen most is itthon tartanak a három pontot, és azt is tudják, hogy mi kell ehhez. Úgy gondolom, hogy ha mindenki ugyanígy teljesít, és a helyzeteket tényleg ki tudjuk ezen a mérkőzésen használni, akkor biztos a győzelem. A két csapat mérkőzése az előre kiadott időponthoz képest változik. Az Eto ugyanis egy órával előbbre hozatta az összecsapást, hogy a szurkolók átérhessenek a találkozó után a női kézilabda bajnoki rajtra. Az Eto-Victoria meccs így 16 órakor kezdődik majd a kempingpályán.